rendesedünk, testvéreim, és imádkozni fogunk. Minden vigasztalásnak Istene áldott édesatyánk. Az Úr Jézus Krisztus nevében szólítunk meg atyánknak téged, aki az életünket szem előtt tartod, és az életünknek egy perce sincsen, amelyben elfeledkeznél rólunk. Köszönjük, Urunk, hogy különlegesen mellettünk vagy akkor, amikor az életünk egén nagyon komor gyászfelhők vonulnak végig. Áldunk téged, Urunk, hogy feléd fordulhatunk ezzel az alkalommal is, és kérhetjük, hogy isteni vigasztalásod legyen nyilvánvaló közöttünk egy gyász istentisztelet alkalmával. Könyörgünk, Uram, kimondottan személy szerint testvérnőnkért, édesanyáért, erősíts meg, Uram, hogy ezekben a percekben. Áld meg a gyászoló családod, áld meg mindannyiunkat, akiknek a szíve mélyén ott van a mélységes fájdalom és bánat. Urunk, tudjuk, hogy felül tudsz emelni bennünket. Legyen a te igédnek hatalma és ereje nyilvánvaló közöttünk. Szeretnék, Uram, hogy isteni módon avatkozz be az életünkben, és irányítsad ezt a gyász istentiszteletet is, a kellő támaszt te jelentsed számunkra, mindannyiunk számára. Áldunk Istenünk azért, hogy meghallgatsz kérésünkben az Úr Jézus Krisztus drága érdemében. Amen. Az énekkar kérjük szolgálat. Mind a szépség.